A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta. Tisztelettel köszönöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásvétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki a debreceni üzletből eltulajdonította sértett pénztárcáját a benne levő iratokkal, készpénzzel együtt. A képen látható elkövetőnő 50-60 év körüli. Kérjük, aki felismeri a bemutatott szemét, tud tartózkodási helyéről, hívja a Debreceni Rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettes a Körösi Csoma sétányon található gyógyszertár pultjáról elvette a sértett által ott felejtett pénztárcát. Kérjük, aki felismeri az elkövető tud tartózkodási helyéről, hívja a 10. kerületi rendőrkapitányságot. A képen látható ismeretlen tettes azzal gyanúsítható, hogy Győrben a Mécs László utcában található lakásba ajtóbefeszítés módszerével jutott be, és onnan ékszereket, elektronikai eszközöket tulajdonítottak el. Az elkövető 185 cm magas, erős testalkotó, sötét barnaljú. Kérjük, aki felismeri a férfi tud tartózkodási helyéről, hívja a győri rendőrkapitányságot. Lopásvétség gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettesek ellen a debreceni rendőrkapitányságon. Két férfi és két nő egy kis határ közi üzletből kozmetikai cikkeket tulajdonítottak el. Kérjük, aki felismerje bemutatott személyeket, hívja a debreceni rendőrkapitányságot. A második kerületi rendőrkapitányság lopásvétség gyanúja miatt indított eljárást a képen látható ismeretlen férfi ellen, aki az Oktogon téri villamos megállóban ellopta sértett mobilját zárt hátizsákjából. Kérjük, aki felismerje bemutatott szemét tud tartózkodási helyéről, hívja a második kerületi rendőrkapitányságot. Súlyos testi sértés büntet gyanúja miatt folytatnak eljárást a grafikán látható ismeretlen férfi ellen a 6. kerületi rendőrkapitányságon. A férfi egy nőt az Oktogon téri villamos megállóban több alkalommal lábon rúgta, ettől 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az elkövető 25-30 év körüli 165 magas, vékony testalkatú, válig érő, göndörhajú férfi. Kérjük, aki felismeri a bemutatott szemét a tartózkodási helyéről, hívja a 6. kerületi rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra! A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.